A felkészülés második hetének végén két NB3-os borsodi csapat ellen lépett pályára a kisvárdai együttes. A szakmai stáb igyekezett két azonos erősségű gárdát kiállítani, ami a játékos keretet ismerve nem okozott különösebb gondot. A várdaiak sem a putnok, sem a táj ellen nem kaptak gólt, ezzel szemben előbbinek háromszor, utóbbinek pedig hétszer vette be kapuját a házigazda. Persze a vezetők nem vontak le túlzó következtetést a látottakból. Arra törekedtünk, hogy ezekből a mérkőzésekből, és ezt el is mondtuk a játékosoknak, hogy messze menő következtetéseket természetesen ők se vonjanak le a kezdőcsapatot illetően, hiszen azért február 20-a még odébb van, de azért is forgattuk őket úgy, hogy két körülbelül azonos képességű csapatot tudjunk pályára küldeni, és igazából itt elsődlegesen a cél az volt, hogy mindenki 90 perces mérkőzés terhelést kapjon. A várdaiaknál nem várható jelentős játékos mozgás, de azért távozói és érkezői is vannak a csapatnak. A nyári átalakításhoz képest nem is várható, hiszen a csapat megfelelően szerepel, tehát úgy gondolom, hogy a célkitűzéseknek megfelelően. Én úgy azt szeretném, és ezt is beszéltük a szakmai igazgatóval közösen, hogy elsődleges célunk az mindenféleképpen, hogy a keret együtt maradt, és most megfelelően együtt tudunk felkészülni a tavaszi szezonra. Ez látszik is a csapatnak a kialakításán. Aki biztos távozó, ugye a Koronci Bence, a Fazekas Géza, most a Müller Zsoltot kölcsön adjuk még Nyírbátorra. Az érkezői oldalon pedig nagy számról nem tudok beszélni, hiszen egyelőre csak a Délceg Gergely, ugye a Budapest Honvédtól, és a Bagi István pedig Békés Csabáról érkezik hozzánk. Még egy poszt van, akit keresünk, a kapus személye, hiszen Tarci Pált is elengedtük, ő ugye Mosonmagyaróváron folytatja a pályafutását. Egy megbízható kapusra mindenféleképpen szükségünk van. Folynak a tárgyalások, de amíg nincs konkrétum, addig ezzel kapcsolatban nem szeretnénk semmit sem mondani. A Kisvárda szerdán Balmazújvárosban lép pályára, szombaton pedig kettős meccsen a Nyírbátort és a szlovák második ligás Bardajovot fogadják Erős Gáborék.